fenntartható erdőgazdálkodással megőrizhetőek a természeti értékek, miközben a társadalom számára egyre több ökoturisztikai funkció válik elérhetővé. Magyarországon csaknem 2,2 millió hektárnyi erdő található, ami további fás területekkel együtt majdnem 26%-os erdővel borított területet jelent. Országos szinten célként fogalmazódott meg az erdőterület további növelése. Olyan területeken hozzunk létre új erdőket, akár magán, akár állami erdőgazdálkodóként, ahol eddig nem volt még erdő. Maga az újszülöttek erdejprogram pedig egy olyan kormányzati vállalás, amely alapján minden újszülött után legalább 10 facsemete ültetésére kerül sor évente. A Bakonyerdő az országos fásítási programban eddig több mint 120 hektár új erdőt telepített, és 30 hektárnyi erdősült területet gondoz. A társaság 2020 óta vesz részt az újszülöttek erdeje programban. Eddig 13 hektáron 130 ezer facsemetét ültettek el. A régi időkben a magyar hagyomány szerint gyermekszületésekor a családban fát ültettek, vagy a szülők, vagy a nagyszülők. Ugye a szokás szerint fiúgyermek esetében almafát, leánygyermek esetében pedig körtefát ültettek. Ennek a hagyománynak nagyon szép szimbolikája van, hiszen ezzel a szülők, nagyszülők azt kívánták, hogy a gyermek olyan mélyen gyökerezzen a családban, mint a fa az erdőben, és olyan magasra nőjön, és olyan sokáig éljen, mint a fák nőttek. Talán ezt a hagyományt éleszti fel a mi mai kezdeményezésünk is. A családi nap alkalmával a Balatonfüredi erdészet területén, a Balaton Csicsó határában lévő Öregbükk tanösvény közelében csaknem 4 hektárnyi területet ültettek be. Ez nagyrészt makvetéssel zajlott, cser és kocsánytalan tölgymakkot vetettünk a területbe, illetve ezt egészítettük ki csemeteültetéssel, lelegyfajokkal, a termőhelynek megfelelő ezüsthás, barkóca, perkenye, madárcseresznye fafajokkal, és hát ebbe hívtuk, vártuk a mai napra a Veszprém vármegyei családokat, és hát bizony az első időszakban egy 10-15 évig azt gondozni kell azokat a kis fácskákat, hogy a mellette fejlődő gyom vagy egyebek ne nyomják el. Az új erdő telepítése során 13 mázsat cser és kocsánytalan tölgymakkot vetettek el, és csaknem 9000 facsemetét ültettek ki. Az erdő szegélyezésére 2000 fagyal, húsossom és kökénycsemetét használtak fel. A családi nap résztvevői megnézhették az erdei iskola különleges, interaktív kiállítását, és kézműveskedhettek is természetes anyagok felhasználásával.